Nagyváradon ért véget tegnap este Mága Zoltán hegedűművész erdélyi koncert körútja, amely része a művész által kezdeményezett templomi jótékonysági koncert sorozatnak. A programban kórházaknak és karitatív szervezeteknek is gyűjtöttek adományokat. Villányi Zoltán összeállítása. Ez a nagyváradi Caritas Katolika által működtetett Szent Erzsébet öreg otthon, ahol több mint fél száz idős, beteg, magányos embert gondoznak. A nagyváradi állomás környékén pedig meleg teát és zsíros kenyeret osztanak a szegényeknek, valamint a hajléktalanoknak. Fontosnak tartom, hogy ilyen rendezvényekbe mi is bekapcsolódjunk, hogy önkénteskedjünk, és a gyerekekkel, fiatalokkal részt vegyünk ezen, hogy megérezzük azt, hogy jót tenni jó, és megérezzük annak az ízét, hogy nem csak másoknak szerzünk örömet, de ezzel mi is gazdagabbak leszünk. A nagyváradi Caritas Katolika segélyszervezet mellett a Diakónia Keresztény Alapítvány nagyváradi kirendeltsége is részesülhetett, abból a mintegy 15 millió forintból, melyet Mága Zoltán hegedűművész és kamarazenekara 8 erdélyi nagyvárosban zajló koncertkörútja során összegyűjtött. Példás összefogást tanúsított az erdélyi magyar közönség, hiszen több mint 15 ezer látogattak el a jótékonysági koncertjeinkre. Fantasztikus érzés volt, hogy állva tapsolt a közönség, mindenhol zsúfolásig megtelt az Istenháza, és hála Istennek az erdélyi magyarság adakozó kedvében volt, hiszen több mint 10 millió forint értékben sikerült támogatnunk a bajba jutott embertársainkat. Segítettünk beteg gyermekeknek, kórházaknak, tehetséges gyermekeknek. A Prima Primissima díjas zenész erdélyi koncertkörútját a Romániai Magyar Demokrata Szövetség nőszervezete szervezte meg. Az érzés, amiben erősödünk, hogy együtt vagyunk, és együtt ilyen élményünk van, és együtt tehetünk a közösségben rászorulókért, részben a hitünket, részben a cselekedni tudásunk bizonyosságát adja, és ezáltal erőt az egész magyar közösségnek, hogy tudunk tenni, amikor kell tenni, és hogy itt vagyunk, jelen vagyunk. Nagyváradra külön buszokat is indítottak, hogy minél többen részt vehessenek a jótékonysági gálaesten. A koncerten több mint 1600-an vettek részt. Sokan most látták először élőben a művészt. Nem volt alkalmam személyesen és élőben látni a művészurat, és ez számomra azért fontos, mert szerettem a komoly zenét is, és mivel vagy énekelek, ezért úgy gondoltam, hogy nekem is egy tanulság lenne, hogyha élőben is láthatnám. A jótékonysági programban a művész 8 erdélyi előadást tartott.